Bajár Gábor 1949-ben Budapesten született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett fizikus diplomát 1973-ban. 73 és 81 között az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet matematikai csoport vezetője. 1982-ben társával megalapítja a Graphisoftot. Irányítása alatt a vállalat nem csak multinacionális építészeti, építőipari szoftverfejlesztő és értékesítő céggé vált, hanem a világ vezető vállalatai között szerepel a személy számítógépen futó építészeti, építőipari tervező szoftverek, így a Building Information Modeling, azaz épületinformatikai modellező programok piacán. A vállalatot 1998-tól a frankfurti tőzsdén, 2000-től a budapesti értéktőzsdén jegyzik, 2007 óta pedig a németországi központú Nemecsek csoport tagja. A volt óbudai gázgyár helyen lévő rozsdaövedret rekultiválásával 1996-ban megalapította a Graphisoft Parkot, amely Budapest egyik fő kutatófejlesztő központja. 1998-ban a Wall Street Journal Közép-Európa 10 legsikeresebb vállalkozója közé választotta, és több alkalommal meghívást kapott a Davoszi Világgazdasági Fórumra is. 2007-ben megalapította az Aquincumi Technológiai Intézetet, mely a világ vezető egyetemeiről fogad képzésre, részképzésre informatikus hallgatókat. 2012-től tagja az Európai Innovációs és Technológiai Intézet igazgatóságának. Sikeres vállalkozói tevékenységért, az információtechnológia alkalmazása terén és a hazai szoftveripar rangjának emelésért Kalmán László díjjal, az Eötvös Loránd díjjal, Gábor Dénes díjjal és a Magyar Köztársaság Széchenyi díjával is kitüntették. Azzal kezdeném, hogy én nem erre készültem, én tudós szerettem volna lenni, fizikusként végeztem, és Nobel-díjas tudós szerettem volna lenni. Hát sajnos ehhez nem voltam elég jó. Magyarországon mondjuk azért abban az évfolyamban, ahol én voltam, abban mondjuk 5 nálam jobb fizikus volt, és hát ezt kiszámoltam elég hamar, hogy ahhoz, hogy 5-nél több Nobel-díjas legyen egy évfolyamban, az egész kicsi a valószínűsége. Ettől egy kicsit elkámpicsorodtam, de az is probléma volt, hogy 5-nél több fizikusi állás sem nagyon akadt évente Magyarországon, úgyhogy igazi fizikusi kutatói állást nem tudtam kapni. Programozóra viszont volt szükség, úgy mellékesen megtanultunk programozni, és úgyhogy programozónak felvettek a Geofizikai Intézetbe. Azonban ott elég hamar kiderült egy különbség köztem és a kollégáim között, amit csak úgy utólag elemezve jöttem rá, hogy mit éreztünk szakmai sikernek. A programozó kollégáim azt érezték szakmai sikernek, hogy nagyon elegánsan jól megírták a programot, jól használták a processzort, a memóriát, elegáns volt a struktúrája a programnak, jó volt a user interfésze is, de csupa olyan dolog volt, amit a szakma tud értékelni. Tehát örökölték azt a tudományos mérőszámot, teljesítmény mérőszámot, hogy a szakmai ítélete számít. Engem meg ez valahogy kevésbé érdekelt, sokkal inkább érdekelt az, hogy amit írok, az használják-e. Az a program, amit csináltam, az használják-e. És én arra voltam büszke, és annak tudtam örülni, hogy a szoftverhez egyáltalán nem értő geofizikusok azt elkezdték használni, amit előbb én és aztán kollégáimmal együtt csináltunk. Programozás technikailag nem volt olyan nagy bravúr, elmondom az első példánkat. Rájöttem arra, hogy ez elég nagy probléma, hogy a méréseket megcsinálják a terepen, ott azokat jegyzőkönyvbe írják az eredményeket, azokat fölküldik Budapestre, ott átteszik lyukkártyára vagy lyukszalagra, aztán valamikor bérelnek, beraknak a gépidő bérlésbe, és akkor lefut az a program, akkor kiderül, hogy hiba volt, akkor az egész valami adatbeviteli hiba volt, az egész újra kezdődik. Gyakorlatilag, mire a terepen dolgozó geofizikusok visszakapják az eredményeket, azok 1-2 hét, addigra már rég tovább mentek és másut mérnek, úgyhogy sokat nem él nekik a gyakorlatban. Viszont akkoriban fedezték föl, hogy akkoriban kezdtek megszületni ezek a kis hordozható, programozható kalkulátorok, és rájöttem arra, hogy arra, amire a geofizikusoknak szüksége van, annak jó 80%, amit csináltunk, annak jó 80%-át meg lehet csinálni ilyen kis programozható kalkulátorokra is, és a geofizikusoknak az többnyire elég. Ez HP volt ez a kalkulátor? Hát ez HP, mert nagy verseny volt a HP és a Texas között, a HP mellett jutottunk ki. Úgyhogy nagyon egyszerű programokat írtunk, de az volt lényeges a geofizikusoknak, és az a tény, hogy ezt ott a terepen rögtön meg tudták csinálni, az nekik sokkal fontosabb volt, mint hogy ne 80, hanem 100%-kal készüljön el a számításoknak. Tehát ez volt az első nagy sikerünk, hogy áttettünk kis kalkulátorokra a programok javát,
És ezzel a geofizikusok tényleg tudtak dolgozni, mert lehet, hogy sokkal lassabban ment egy ilyen kalkulátor, de este bevitték az adatokat, reggelre kész volt az eredmény. Lehet, hogy ugyanaz a nagy számítógépen 2 perc alatt futott le, ami ott egy, amirehez a kis kalkulátoron kellett esetleg több óra vagy egy éjszaka, de ott reggelre meg volt az eredmény a kezében a geofizikusoknak, míg a nagy gépen, ami Budapesten volt, 2 hét múlva kapta vissza. Tehát tulajdonképpen az első szakmai eredményünk az nem annyira számítástechnikai volt, hanem üzleti. Szervezési, meg üzleti. Üzleti. Igen. Mitől lesz a dolog használható? Igen. Mitől lesz a dolog eladható? Úgyhogy ekkoriban kezdtem magamban felfedezni az üzleti vénát. Na most még valamit csináltunk, ami nagy siker volt, és ez is aztán alapja lett a későbbi Graphisoftos sikereknek, hogy nagyon fontos az, hogy a geofizikusoknak azokból a mérésekből egy vizuálisan jól érthető intuíciójuk legyen, hogy azon a mérésekből származott föld alatti struktúrák azok azért, hogy nézhetnek ki. És hogyha ezt 3D-ben mutatjuk meg, akkor sokkal hamarabb értik, mint ezt olyan hagyományos szintvonalas térképeken. Tehát, és csináltunk a hagyományos szintvonalas térképeken helyett, vagy mellett, 3D-s felülettábrázolást a mérésekből. És ebből sokkal-sokkal hamarabb jöttek rá, vagy támadt intuíciók a geofizikusok, hogy hol fúrjanak. Úgy jobban látszott a struktúra. Tehát a 3D-s vizualizálásnak az értelmét, azt már ott a Geofizika Intézetben sikerült felfedezni, és valahol aztán ebbe az irányba indult el a Graphisoft is. Hát a Graphisoft megalapítása az annak volt következménye, hogy felfedeztem magamban az üzletemberi vénát. És amikor ez lehetővé vált, hogy GMK-t, az volt a magánvállalkozások első formája 1981-82-ben, akkor azonnal lecsaptam erre. Hogy miért akartam én saját vállalatot, az a Geofizika Intézet előzményéhez kapcsolódik. Ott ugyanis felfedeztem a piacgazdaság és a tervutasításos gazdaság közti óriási hatékonyság különbségnek az okát. Ugyanis azt, hogy hatalmas különbség van ez a kettő között, ezt lehetett látni, a kedvenc példám 2 automárka, az Audi és a Trabant. Hogyha ezt a kettőt összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy mit tud az egyik rendszer és a másik rendszer kihozni pontosan ugyanabból a technológiai előzményből. Ugyanis a Trabantnak ugyanúgy a háború előtti DKV az előzménye, mint az Audinak. Tehát mit hoz ki akkor, ha van verseny és magántulajdonon alapuló gazdaság, és mi születik akkor, hogyha ez nincs, hanem mindent az állam dönt el. Ennek az egyszerű okát, mondom, a Geofizika Intézetben fedeztem föl, amikor szembesülnöm kellett azzal, hogy a főnököm nem örül annak, hogy én milyen klassz vagyok. A korábbi főnökeim, szüleim, tanáraim, azok mind saját sikerüknek tekintették az én sikeremet, tehát örültek annak, hogy én akár őket is túlszárnyalom. Na, a főnököm ennek nem örült, mert nyilván akkor az állása van veszélyben, úgyhogy ezért természetes a kontraszelekció egy ilyen tervutasításos állami tulajdon dominált a gazdaságban, mert a benne szereplő döntéshozóknak nincs másuk, mint a beosztásuk, úgyhogy természetes, hogy a maguknál esetleg tehetségesebbektől félnek, és azokat elnyomják. Viszont a magántulajdonban pont ez a poén, hogy a magántulajdonos az örül annak, hogyha talál magánál jobbat, mert a tulajdonát nem kell félteni normál körülmények között, az az övé, és ha magánál tehetségesebbeket talál, és azokból kihozza a tehetséget, akkor attól ő lesz gazdagabb. Tehát a tehetségek kiválasztására a magántulajdonon alapuló gazdaság sokkal alkalmasabb, és a tehetségek érvényesülésének megteremtésére sokkal alkalmasabbak. Ezen felfedezés vezetett el ahhoz a vágyhoz, hogy csináljuk egy saját céget, egy magántulajdonú céget, és ott nekem semmi más célom nem lesz, mint hogy magamnál tehetségesebbeket találjak, és azoknak lehetőséget biztosítani tehetségük kibontakoztatására. A Graphisoftnak tehát a missziója ez volt, hogy megtalálni a tehetségeket, és kihozni belőlük a tehetséget, és a tudást, és a teljesítményt. Hogy aztán mivel fogunk foglalkozni? Majd együtt kitaláljuk. De nem az volt, hogy én akkor arra gondoltam, hogy megmentjük a világ építészetét és új dimenzióiba. Fogalmunk se volt induláskor, mi valaha építészettel fogunk foglalkozni. Egyszerűen csak össze akartam gyűjteni a legtehetségesebb programozókat és velük csodákat alkotni, amit sikerült is. Hogy jutottunk el az építészethez? Elég hamar, 2 év után az első döntés az volt, és ezt is tanácsolom minden fiatal vállalkozónak, hogy azzal foglalkozunk, amihez értünk.
Tehát ne azt nézzük, hogy hol van egy piaci rés, és hú, azt mi fedeztük fel először, abba be kell törni abba a résbe. Ez egy hülyeség. Azzal kell foglalkozni, amihez értünk, és ahhoz megkeresni a piacot. Mi a háromdimenziós modellezéshez értettünk. Ezt csináltuk a Geofizika Intézetben a felületmodellezéssel. Indító kollégám is ezzel foglalkozott, akivel együtt kezdtük a Graphisoftot. Tar István Gáborral, aki sajnos már nem él, ő a karosszéria modellezéssel foglalkozott a Műszaki Egyetemen, tehát ő is 3D-vel foglalkozott. Azt mondtuk, hogy akkor mi is 3D-vel fogunk foglalkozni, és keresünk rá piacot. Elég hamar lett egy megrendelésünk, ez a Paksi Atomerőmű bonyolult csőhálózatának a modellezése volt. Azért találtak meg minket, mert tudták, hogy előtte 3D-vel foglalkoztunk, és az akkori ipari miniszter Kapoly László azt mondta, hogy ezeket a rohadt csöveket 3D-be kéne modellezni, hogy lássuk, hogy hol ütköznek össze. Ez volt az első projektünk, ezzel indultunk el, és hát ez teremtette meg az alaptőkét is a cég további fejlődéséhez. Egy asztali kalkulátoron futott a Paksi Atomerőmű modellezése. Eznek 64 kilobájt memóriája volt, kilobájt memória volt, nem volt benne se hard disk, se floppy, két kis 99 kilobájtos szalagegység biztosította a háttértárat. Ezen csináltuk meg a háromdimenziós modellezését az atomerőműnek, annak a legszofisztikáltabb módon, tehát akarponalak eltüntetése, minden működött. De bit szinten ismertetek mindent a programban. Hát igen, de miért? Mert miért tudtuk ezt megcsinálni? Ezt föl szoktam tenni a diákjaimnak kérdésként, hogy mit gondolnak, miért tudtuk ezt megcsinálni, amikor ezt a világon akkor még senki nem csinálta meg. A rossz válasz az, hogy azért, mert ügyesebbek, okosabbak voltunk, mint a többiek, nem. A jó válasz az, hogy mert nem volt más választásunk. Mert nem jutottunk nagyobb gépekhez, és mindig a sikernek ez a titka. Ha nincs más választás, sikerülni kell, akkor sikerülni fog. És megcsináltuk egy kis gépen, úgyhogy ez volt a szakmai előny, és ezt próbáltuk eladni a nyugati piacon. Ott erre a csőhálózat tervezők nem voltak vevők, hogy ez kis gépen fut. Viszont elég, ha néhány próbálkozás után, egy-két évben, nagyon két év volt, amíg kiderült, hogy erre leginkább az építészek a vevők, éppen azért, mert nekik nincs pénzük. Tehát ők viszont a 3D-re szükségük van. Tehát az, hogy 3D-be tudunk modellezni olcsó gépen, arra az építészek leginkább a vevők. Tehát valahogy ezt tanácsolom mai vállalkozóknak is, hogy előbb azt megnézni, mihez értesz, abban mi a te speciális előnyöd mással szembe, és aztán megkeresni, hogy ez kinek fontos. Tehát 3D-vel foglalkoztunk, a speciális előnyünk az volt, hogy ez kicsi és olcsó gépen futott, kényszerből, és kinek fontos? Azoknak, akiknek nincs pénzük nagyobb gépre, és ezek az építészek voltak. A 3D-s modell arra való, hogy ez egy sokkal komplexebb információbázis az épületről, mert maga az épület háromdimenziós, és ezért, ha abból származtatjuk a rajzokat, akkor azok mindig konzisztensek maradnak egymással. Tehát, hogyha két dimenzióban készítik el az alaprajzokat, metszeteket, homlokzatokat, akkor ezt el lehet készíteni, de ha módosítunk rajta, akkor minden rajzon külön kell módosítani, és ha sokszor módosítunk, benne elkerülhetetlen a hiba, hogy nem lesznek konzisztensek egymással. Ha viszont egy háromdimenziós modellt építünk, és abból származtatjuk a kétdimenziós rajzokat, metszeteket, homlokzatokat, akkor azok konzisztensek maradnak, módosítani csak egyszer kell, és a rajzok újra generálhatók. Tehát tulajdonképpen a háromdimenziós modell egy intelligens adatbázis, amelyből különböző riportok készíthetők. Alaprajz is egy riport, a metszet is egy riport, a homlokzat is egy riport, de ezen kívül még riportok lehetnek, anyagkimutatások, rengeteg más, költségszámítások, százféle riport keletkezhet ugyanabból az adatbázisból. Egy kicsit olyan, mintha egy Excel-t hasonlítanék egy ERP rendszerhez. Az Excel-lel lehet gyorsan számolni. Az ERP rendszer ugyanakkor az egész vállalatnak a teljes működését modellezi, egy integrált adatbázis, és abból százféle riport készíthető, és nagyon sok what-if szenárió, tehát ha így csinálom, mi történik, és ettől a vállalat menedzsmentje lesz sokkal, de sokkal. Optimalizálni jobban lehet. Tehát a pénzügyekben egy integrált pénzügyi rendszer, mint egy ERP rendszer, annak nem az a haszna, hogy a könyvelés olcsóbb lesz, vagy pontosabb, hanem a menedzsment döntések lesznek jobbak. Na most pontosan ugyanezt csináltuk mi az építészetben. Tehát az, hogy fölépítünk egy integrált épületmodellt, amiben minden információ benne van, annak nem az a haszna, hogy a rajzok gyorsabban születnek meg, vagy akár könnyen módosítani őket, hanem az, hogy jobb döntéseket lehet hozni, mert sokkal több variációt lehet kipróbálni. Nem lesz gyorsabb tőle a tervezés, csak jobb lesz. Csak jobb lesz.
Az, hogy mi csináltuk először ezt a háromdimenziós vagy épületinformatikai modellezést, az nem előny. De mégiscsak van egy nagyon nagy előnyünk a konkurensükkel, az Autodeskkel szemben, aki másodszor csinálta, tehát utánunk csinálta csak, maradt egy nagy előnyünk. Mi sokkal jobban ismerjük az építészeket. Ők ugyanis eredetileg gépészeti célra készült háromdimenziós tervezőprogramot alakítottak át építészeti célra, és az nem jó. Ők nem ismerik az építészeket. Ami igazi előnyünk az az, hogy egy idő után egy cégnek az előnye már nem a technológia, a piaci előnye, hanem a vevőinek az ismerete. A vevői igényeinek a pontosabb ismerete. És mivel mi építészeket szolgálunk ki háromdimenziós modellezéssel, most már közel több mint 30 éve, ez a 30 év alatt összegyűlt tudás a vevőinkről. Ez a mi igazi piaci előnyünk. Magyarán a mi szoftverünk építészbarátabb, mint a konkurens szoftvereké. Közelebb áll az építészek gondolkodásmódjához. Az a 30 év alatt összegyűlt építészeti tapasztalat mind benne van. Hát egy technológiai cég sikere alapvetően azon múlik, hogy mennyire tudja a tehetségeket magához vonzani. Ennek sok eleme van. Elsősorban a munkakörnyezet számít, az emberi környezet, hogy ezekkel a kollégákkal és ezzel a főnökkel szívesen dolgoznék, de szinte ugyanilyen súlya van annak a fizikai környezetnek is, ahol dolgozok. Hiszen azok a nagyon tehetséges, és azt kell mondanom részben munkamániás emberek, akikkel sikeressé válik a Graphisoft, azok idejük zömét a munkahelyüken töltik, és egyáltalán nem mindegy, hogy milyen munkakörnyezetben. Ez a felfedezés vezetett ahhoz, hogy építünk valami olyat, ahova jó bejárni. Ahova, amikor az első munkainterjúra jön a munkatárs, akkor az legyen talán kimondatlanul is az érzése, hogy hű, hát én ide szeretnék járni dolgozni. És amikor később kiderül, hogy ő nagyon tehetséges, és egy fejvadász megkeresi, és mondjuk talál egy másik céget, ami 10%-kal többet kínál, akkor belegondol, hogy 5 vagy 10% különbségért én elmenjek innen, és holnap ne ide jöjjek, az lehetetlen. Tehát egy ilyen munkakörnyezetnek az építése egy nagyon jó befektetés. A Graphisoft Park nagyobb sikerré vált, mint eredetileg gondoltuk. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy a Graphisoft lesz ennek a legnagyobb lakója, és mellé jön még néhány másik kisebb cég, mint a Microsoft például, ami az első bérlőnk volt. Tehát, hogy itt tényleg kialakuljon egy ilyen ekoszisztém, egy környezet, ahol úgy jó sok ilyen cég van. Nagy siker lett. Ma már a parknak 70 bérlője van, és abból a Graphisoft már messze nem a legnagyobb. Tehát erre a koncepció, a Graphisoft most már talán mennyi, 5-6%-át foglalja el a parknak, és azért, mert a technológiai cégek ezt a koncepciót magukévá tették, hogy érdemes sokat költeni a munkakörnyezetre, mert azzal jobb embereket tudok fölvenni. A párhuzam az látható, ahogy az ipari forradalomnak a gázgyár egy vezetője volt, és egy komoly, hogy mondjam, zászlós hajója a magyarországi iparnak, a magyarországi ipari forradalomnak. Úgy szeretnénk, hogy a Graphisoft Park is a magyarországi informatikának lenne egy ilyen zászlós hajója. Ugye Amerikában azt tanultuk, az amerikai vállalkozó világban, hogy egy sikeres vállalkozó, amikor visszavonul a aktív vállalkozástól, akkor valamit kell tenni, illik valamit visszaadni a társadalomnak, amelynek sikereit köszönhette. És ezt mindenféle alapítványokkal szokták megtenni, hát a Gates Foundation az elképesztően nagy alapítvány. Én azt hiszem, hogy pénzt osztogatni az túl könnyű, hogyha van. Ennél egyel nehezebb feladat, és a társadalom számára többet ér, hogyha a tudásodat osztod meg a következő generációval. Ez is belejátszott abba a döntésbe, hogyha visszavonulok egy oktatási intézményt szeretnék létrehozni. És hát ez lenne az Aquincumi Technológiai Intézet, amelynek a különlegessége az, hogy a szoftverfejlesztési technológiai, technikai ismereteket üzleti ismeretekkel ötvözi. Ugyanis a Graphisoft egyik sikerének egyik titka éppen ez volt, hogy ezt sikerült megcsinálnunk több év alatt a kollégákkal, akik az egyetemen kitűnő műszaki képzést kaptak, de gőzük nem volt az üzletről. Mi nem üzletembereket akarunk kitoktatni, hanem mérnököknek szeretnénk üzleti szellemet ültetni a fejükbe, hogy olyan termékeket gyártsanak, amit el is lehet adni. Hogy kerülnek ide a hallgatóitok? Hogyan? Na most milyen, honnan merítetek? Nagyon fontos volt számomra az, hogy ez önfenntartó tudjon lenni, ne kuncsorogjon állami pénzért, és ne kuncsorogjon magán adományokért se, hanem a tudás létrehozásának árát fizessék meg azok, akik kapják. Na most ez Magyarországon a magyar
hallgatóktól nem nagyon várható el, hogy kifizessék, aztán be egy magas szintű tudás tényleg kerül. Ezért ezt amerikai hallgatókkal oldjuk meg. Tehát idejövő amerikai hallgatók fizetik ki az amerikai szintű tandíjat. Ezt a vállalkozást gazdaságosra és profitábilissá teszi, és így tudjuk megengedni magunkra, hogy a magyar hallgatók ingyen járjanak. De nyilván elvárják az azonos szintű szolgáltatást is. Hát ugyanazt kapnak, persze, és az amerikaiaknak az előnye, hogy itt amerikai hallgatók vannak, az nem csak abban látszik, hogy ők ezt jól megfizetik, hanem abban látszik, hogy ezért meg is követelik a minőséget. És ezért ettől magas a minőség, mert egy minőségi termék úgy születik, hogy abban egyformán fontos a minőségi, az igényes gyártó és az igényes vevő. Ha nincs igényes vevő, nincs igényes termék. Az oktatás is akkor lesz jó, hogyha a vevő, azaz a diák igényes. Az amerikai diákok, akik fél évenként kifizetik, vagy éves szinten kifizetik azt a 30-40-50 ezer dollár tandíjat, azok azért követelnek is, és így lesz jó a termék.